Hundred and forty thousand American troops, and eighty-one thousand 31,000 died there. Using an apple tube is very easy. For the truth to sink in, we got a catapult the propaganda. Biztos vagyok abban, hogy azok, akik uralják és irányítják ezt a világot, tisztában vannak azzal, hogy az emberek túlnyomó többsége nemhogy nem képes gondolkodni, de ha képes lenne, akkor sem gondolkodna, mert nem érdekli az igazság. Pontosan ez az oka annak, hogy az igazság megtalálható az interneten, szabadon, ingyen, korlátozások nélkül, hiszen tudják, hogy az embereket nem érdekli. De ha érdekelné őket, akkor sem tudnák felfogni. Ezért van az, hogy a legtöbb ember ugyanazt gondolja, mint a legtöbb ember. Hogy azok az emberek, akik hazudnak reggel, délben és este, akik kontrollálják és uralják az életünket, mióta világ a világ, azon dolgoznak túlórában, hogy hogyan tudják megóvni a mi életünket, egészségünket és jólétünket. Én már mondtam ezt sokszor, de elmondom még egyszer, én nem akarok meggyőzni senkit. Én tudom, hogy nem lehet meggyőzni senkit. Az igazságot akarni kell megtudni. Erről nem lehet meggyőzni senkit. Úgyhogy ez a videó, mint az összes többi, csak az információt mutatja be, azután mindenki meghozza a döntést saját magának. Kezdjük is el akkor. Ez itt immune.org Új-Zéland és az immunizációs tanácsadó központnak az egyik oldala. Arról beszélek, hogy az immunizációs vagy a védőoltás hoax az elkezdődött már gyakorlatilag a 17. századi Kínában. Nyugaton azonban 1796-ban Edward Jenner jóvoltából indult el ez a folyamat. Ekkor ugyanis egy 13 éves fiút sikeresen oltott be idézőjelben himlő ellen. Két évvel később pedig kifejlesztették az első védőoltást ezen az úgynevezett betegség ellen, amit 1979-re tudtak teljesen megszüntetni, ugye ők azt mondják, hogy ez a védőoltásnak köszönhető. A 19. század végén, illetve a 20. század elején azután Louis Pasteur volt az, aki a következő szintre emelte ezt az úgynevezett immunizációs folyamatot. Először a kolera, utána pedig az antrax elleni védőoltás kifejlesztésével. 19. század második felére azután végül kifejlesztették a pestis ellenszerét is. Hogy mutassak valamit a pestissel kapcsolatban, ez healthline.com. Ez egy bakteriális megbetegedés, amit a Yersinia pestis okoz, hogyha jól lejtem ki. Ez a baktérium állatokban található, és a bolhák segítségével terjed át az emberre. A pestis megjelenésének kockázata a legmagasabb azokon a területeken, ahol a közegészségügy, illetve a higiéné szegényes vagy gyenge, melyek túlzsúfoltak, illetve ahol magas a rákcsáló kártevőknek a száma. Napjainkban ez többnyire Afrikában fordul elő. Ha tovább olvasunk, akkor láthatjuk azt, hogy általában ezek a rákcsálók, vagy pedig a bolhák terjesztik a betegséget. A legritkább esetben terjed más úton. Amennyiben a tüdőtérintő pestisről van szó, ez képes terjedni a levegőben. Mikor az a részezérünk, hogy hogyan is terjed maga a pestis, akkor láthatjuk ugyanazt, amit már korábban egerek, patkányok, nyulak, mókusok, prérikutyák, vagy pedig bolhák azok, amik leggyakrabban terjesztik ezt. Közvetlen kapcsolatba kerül az ember ezekkel az állatokkal, vagy pedig megeszi ezeknek a húsát, akkor fertőzötté válik. Sebeken keresztül, illetve az állatok harapásával is terjed. Ritkasága az, hogy egyik emberről át tud terjedni a másikra. 1923-ban aztán Alexander Glenny volt az, aki tökéletesítette a tetanus elleni védőoltást. A tetanus szintén egy baktérium okozta megbetegedés, és ez általában a talajban, a porban, vagy pedig állati ürülőkben található, és bejut az emberi szervezetbe egy seben keresztül, ahol a baktérium azután méreganyagot fog termelni. Ez a méreganyag pedig elszaporodva megbénítja a motoros rendszert, úgy mint az izmokat. Szinte minden esetben szükség van valamilyen sérülésre a szervezeten, ez lehet akár egy szúrás vagy vágás, fegyverből származó, lőfegyverből, nyíltörés, égés, sebészeti beavatkozás, injekciós tű vagy droghasználat, állatharapás, vagy pedig ehhez hasonló. Ez egyébként mayoclinic.org weboldal. Glenny egyébként formaldehid segítségével inaktiválta a tetanusz baktériumot, és aztán ezt oltotta be. Hasonló módon 1926-ban a diftéria, vagy torokgyík védőoltását is kifejlesztették, ez egyébként pharmasoft.hu. A diftéria vagy torokgyík egyébként egy baktérium termelte toxin vagy méreganyag által okozott heveny fertőző megbetegedés. A fertőzés során álhártya képződik a légutak nyálkahártyáján, megbetegedhet a szív, a vese, az idegek. 20. század közepéig rettegett fertőzés volt, mert a betegek egy harmadát elpusztította. Ez a fertőzés a fertőzött egyén váladékával terjed közvetlenül, vagy fertőzött tárgyak révén úgy, mint a törölköző. Akit érdekel, a linket megtalálhatja egyébként a leírás részben. A pertussis, vagy szamárkölgés elleni védőoltás 1948-ra sikerült előállítani az Amerikai Egyesült Államokban. Ez sanofipasteur.hu, és a szamárkölgés, vagy pertussis, szintén egy baktérium okozta megbetegedés, cseppfertőzéssel terjed emberről emberre. Az immunológia következő szakaszában 1950-től 85-ig fertőzött szöveteket tenyésztettek laboratóriumi körülmények között, és először szalk, azután pedig Szabin fejlesztette ki a pólió elleni védőoltást. Már ugye a pólió megszűnt szinte az egész világon. Ez a 88-as állapot, ez pedig a 2014-es. Pólió az egyébként a járványos gyermekbénulás, ez wikipedia.org. Ez a póliovírus okozta megbetegedés következtében alakul ki. Maga a bénulás egy komplex, több lépcsős folyamat eredménye, a vírus okozta megbetegedések mindössze 1%-a végződik tartós paralízissel, ami ugyan bénulás. 1900-as évektől egyre jobban terjedt, végül az 50-es évek Ben aggasztó méreteket öltött a bénulásos megbetegedések száma. A vírus cseppfertőzéssel is terjedhet, a szervezetbe szájon átjut befertőzött tárgy, étel, esetleg víz által. Néha a rovarok is szerepet játszanak a vírus terjesztésében. Még a koleráról néhány szót ez szintén wikipedia.org. Baktérium által okozott betegség elsősorban széklettel, hányadékkal, szennyvízzel, illetve ezekkel érintkező nyers élelmiszerek révén terjed. Akár egy jégkocka, egy szelet citrom is átvérti a fertőzést. Kiinduló pontjai általában a meleg, szerves anyagban gazdag tengerparti folyó torkolatok, innen terjed szét a betegség. Villám gyorsan az Anthraxról a cdc.gov, a Center for Disease Control, Amerikai Egyesült Államokban az egyik legfontosabb egészségügyi szerv. Az antrax egy baktérium okozta megbetegedés, ami az emberre átterjedhet, amennyiben kapcsolatba kerül fertőzött állattal, vagy bármiféle termékkel, ami ilyen állatból készült. 1970-es és 80-as években azután a jogi eljárások számának növekedése, illetve a jövedelmezőség csökkenése visszavetette a védőoltások gyártásának folyamatát. 1986-ban azután megpróbálták ezt úgy feléleszteni, az Amerikai Egyesült Államokban, hogy egy programot indítottak el, melyben kompenzálták azokat, akik a védőoltások következtében különböző károsodásokat és mellékhatásokat tapasztaltak és szenvedtek el. Ez a program mind a mai napig működik. Napjainkban a technológia segítségével azonban változik újra a helyzet, és a molekuláris genetika segítségével újabb módszereket dolgoznak ki, úgy, mint a DNS védőoltások és egyéb eljárások. Betegségek, melyeket célba vesznek, az a tuberkulózis, a citomegalovírus, herpes, hív, influenza, segella, staphylococcus, streptococcus és ehhez hasonló. Amennyiben valaki részletesen utána akar ennek nézni, a historyofvaccines.org weboldalon talál rengeteg információt a védőoltásról. Történetéről, fejlődésének lépcsőfokairól, illetve természetesen jelenlegi helyzetéről és jövőiről. Itt megtudhatjuk aztán azt, hogy 1777-ben George Washington kötelezővé tette a himlő elleni védőoltás hadseregében azok számára, akik gyerekkorukban nem kerültek kapcsolatba ezzel a betegséggel. Kifejezés vakcina egyébként a latin vaca szóból származik, ami tehenet jelent. Eredete pedig Richard Dunningnak köszönhető. Ezt 1803. május 17-én a Royal Generian Society első ülésén Edward Jenner volt az, aki kijelentette. 1813-ban az amerikai kongresszus és James Madison elnök jóváhagyta a védőoltás támogatása nevű törvényjavaslatot, létrehozván ezzel a Nemzeti Immunológiai Ügynökséget vagy a National Vaccine Agency. 1813-ban nyolc évvel megelőzően ezt, mert ilyen Elisa Napóleon testvére volt az első uralkodó, aki megpróbálta a kötelező védőoltást bevezetni, azonban nem volt biztos abban a módszerben, ahogyan ezt végrehajtották volna. 1855-ben massachusetts -ben, az Amerikai Egyesült Államokban elfogadták az első iskolások számára kötelező védőoltásról szóló törvényt. 1915-ben a Rockefeller Alapítvány létrehozta a Sárga Láz Bizottságot, mely az azonos nevű betegség elleni küzdelmet volt hivatott felgyorsítani és segíteni. Amennyiben haladunk végig szépen sorban, itt láthatjuk, hogy folyamatosan újra és újra feltűnnek a járványok. Itt például 16-ban, ezekhez 16-ban New Yorkban egy járvány, 18-ban spanyol influenza járvány, Himlő Milwaukee-ban, 1929-ben Lübeckben 72 újszülött hal meg, tuberkulózis védőoltás következtében 252 beoltott ból, 1929 és 30 között. 1935-ben aztán a pólióvédőoltás tesztje következtében, amit tízezer gyermeken teszteltek, többen meghaltak és sokan lebénultak. Még többen pedig allergiás reakcióban szenvedtek. Ez a folyamat aztán az 1900-as évek végére felgyorsult, és hogyha még egyszer mondom, valakit érdekel, akkor itt végig tudja nézni az eseményeket, amelyek elvezettek egészen napjainkig amikor is 1980-ra a fekete himlőt megszűntnek nyilvánították. Emellett védőoltásokat fejlesztettek ki a veszettség, a kanyaró, a pneumokokusz, baktérium és egyéb más megbetegedések ellen is. Gondolom mindenki számára nyilvánvaló az, hogy beszélhetnénk a védőoltás történelméről, illetve főbb eseményeiről még nagyon-nagyon hosszú ideig. Azonban legyen elég ennyi egyelőre. Akit részletesen érdekel ez a téma, biztos vagyok benne, hogy utána tud nézni. Azt most leszeretném szögezni, hogy én nem azt mondom, hogy egyetlen egy védőoltás sem működik, vagy soha nem működött. Amit én mondok, az az, hogy ez sokkal árnyaltabb ez a dolog, mint ahogy a legtöbb ember azt gondolja. És bármiféle fenntartás nélkül elfogadni azt, ami a védőoltásokról az általánosan elfogadott vélekedés, az egy hiba szerintem. Biztos vagyok abban, hogy vannak olyan védőoltások, amelyek működnek, és abban is biztos vagyok, hogy a legtöbb nem. Nem vagyok orvos, és nem tanácsolom senkinek azt, hogy oltassa be magát, vagy senkinek azt, hogy ne oltassa be magát. Amit én mondok az az, hogy nézen utána a dolognak, és aztán döntse el, hogy mi az, amit ő választani fog. Ha már az utána nézésnél tartunk, akkor hagyj mutassak meg egy érdekességet. Emlékezzem vissza mindenki, amikor arról beszéltünk, hogy mi is ezen betegségeknek a fő oka. Hogyan terjednek. Ez toiletpaperhistory.net Fertőtlenítés és a vízellátás története. Én egyből a lényegre térek, és elárulom azt, hogy a fertőtlenítési és higiénés eljárások hiánya és a vízellátás problémái voltak a fő oka annak, hogy azok a betegségek, amelyeket korábban megbeszéltünk, úgy mint a kolera, a pestis, a kanyaró, a himlő, a tuberkulózis és az ehhez hasonlók terjedni tudtak olyan mértékben, hogy ez nép betegségé vagy járványá fejlődött. Ez egyébként ide van leírva, nem kell elhinni senkinek ezt nekem? Hogy a fertőtlenítési és higiénés eljárások hiánya arra késztette az orvosi és tudományos közösséget, hogy ezt a veszélyes egészségügyi helyzetet, ami ennek következtében kialakult, valamilyen úton, módon kezelje. A városok Európa szerte koszosak voltak, túlzsúfoltak, ürülékkel teli, ahol a víz fertőzött volt és a személyes higiéné gyakorlatilag ismeretlen volt. A járványok terjedése a különböző betegségek, tuberkulózis, kolera, himlő, sárgaláz drasztikusan csökkentette az európaiak születéskor várható élettartamát, és ez az egész, ez a szituáció az úgynevezett fekete halál betegségben csúcsosodott ki 1438 és 1441 között, ahol 60 millió európai halt meg a lakosság mintegy egy negyede, Pest is következtében. Láthatjuk tehát, hogy ezen betegségek elsődleges oka a személyes higiénis szokások, illetve fertőtlenítési eljárások hiánya. A mocskos utcák, az ürülék, a túlzsúfoltság és a szennyezett víz. Ezért terjedtek ezek a betegségek. Azonban a higiéni ez után kezdődött el fejlődni a 16. és a 19. században, amikor is létrejöttek az első elkülönített vécék. Ezt gondolom mindenki ismeri, nem kell bemutatnom senkinek, valószínűleg mindenki találkozott már ezzel. Gondoljon bele mindenki, hogy ez volt az az időszak a 16.-19. század, amikor ezek megjelentek. Mi lehetett akkor egy olyan földrészen, ahol 240 millió ember élt városokban és falvakban, ahol az utcán túl sok ürülék volt sőt az emésztő, a pöcegödör, a szennyvíztároló, ez mind-mind ekkor kezdett el fejlődni. Ma ez természetes persze mindenkinek, de az 1400-as években még ez egyáltalán nem volt így. Ez volt az, ami lehetővé tette a betegségeknek és a baktériumoknak, hogy terjedjenek, ez elképzelhetetlen számunkra most, de akkor ez probléma volt, hogy egy bolháról, vagy egy kutyáról, vagy a patkányról, vagy az egérről átterjed az emberre a betegség. 16. században kezdett kialakulni ez a WC, amit most mi úgy hívunk, hogy pottyantós WC, az mindenki ezen röhög, ha valakinek még ilyen van. Megváltoztatta a világot ez a jelenség. Nem csak ez, hanem az, hogy az emberek másképp kezdtek el gondolkodni a higiénéről, mert 30 évre csökkent a születéskor válható élettartamuk, mert úgy éltek, mint az állatok. Ekkor merült fel az emberekbe először az, hogy az ürüléket valamilyen formában összegyűjtsék, és megszabaduljanak tőle. A csatornázás fejlődésével aztán később lehetővé vált már az a fajta WC, amit mi ismerünk, illetve hát az illemhelyek. Később kialakult azután a szennyvíz elvezető hálózat is. Ugyanebben az időszakban fejlődésnek indult a víztisztítás, illetve az ivóvíz előállításának a technológiája is. Még egyszer mondom, ez számunkra természetes, de ezek az emberek ekkor találták ki, hogy hogyan lehet az ivóvizet tisztítani és szállítani. Ez volt az, ami lehetővé tette a személyes higiénének a fejlődését. Plusz természetesen a fertőtlenítési eljárásoknak a fejlődése. Olyannyira, hogy a 19. és a 20. században ez egy fertőtlenítési és higiénés forradalommá változott. Arról beszélnek, hogy a 19. és a 20. század a korábban elindult folyamatoknak köszönhetően fertőtlenítési és higiénés forradalom korszakává lett amikor a kormányok voltak azok, akik kötelezővé tettek bizonyos higiénés szabályzatokat, a szervezet hulladékgyűjtés, víztisztító hálózatokat és a különböző közegészségügyi osztályokat fejlesztették. Szóval én nem mondom, hogy nem működnek a védőoltások. Amit én mondok az az, hogy érdekes módon amikor állítólag a védőoltások segítségével felszámoltuk ezeket a betegségeket, pont akkorra sikerült megszüntetnünk ugyanezen betegségek kórokozói terjedéséhez szükséges körülményeket. Mindezt a fertőtlenítési eljárások és a higiénés szokások megváltoztatásával. Ez több, mint egy véletlen egybeesés. Mintha azt mondanám, hogy világos van, ezért fel kell a nap minden reggel? A kettő egy időben történik, de nem az az ok-okozati ok viszony, amit én állítok. Gondolkodjon mindenki el ezen a hipotézisen szerintem. A kérdés az, Sanitation Drive 2015.org weboldalon, hogy melyik azok a betegségek, illetve fertőzések melyek összefüggésbe hozhatók a szegényes higiénés körülményekkel. Ezek közül néhány a kolera, a tifus, a hepatitis, a polio, kriptosporidiosis, ami egy élősködő okozta emésztő és légzőrendszeri fertőzés. Ezen kívül alultápláltság, tüdőgyulladás, különböző féregfertőzések mind összefüggésbe hozható a víz tisztaságával, illetve tisztátalanságával, a fertőtlenítési szokások, valamint a higién és eljárások hiányával. De ugyanezen körülmények hatással vannak a növekedésre, a fitnessre, valamint az értelmi funkciókra, különösen gyerekeknél 5 éves kor alatt. A szennyvíz és az emberi ürülék egy hatalmas probléma. Ezen kívül természetesen a nehézfémek, illetve a mérgező természetes és mesterséges anyagok szintén. De látogassunk el unicef.org weboldalra, ahol megtalálhatjuk azon betegségek listáját, melyek leginkább kapcsolatba hozhatók a szennyezett vízzel, illetve a gyenge és körülményekkel. Az egyik leggyakoribb ezek közül természetesen az úgynevezett gyomorrontás. 4 milliárd esetet jegyeznek fel minden évben, 1,8 millió halálhoz vezet. 90%-a ezeknek gyermekek 5 éves kor alatt. Egy egyszerű szappanos kézmosás egy harmadával csökkenthetné a gyomorrontás előfordulását. A következő az lenne, hogyha megfelelő higién és feltételeket tudnánk biztosítani mindenhol a világban emellett természetesen a szennyvíz elvezetés és a csatorna hálózat kiépítése is elengedhetetlen Arzénmérgezés, mérgezés amennyiben az ivóvízben magas az arzén szintje kolera magas fluor tartalom a flóra vízben, a fokrémben, ismerős? Amennyiben túl sok flór kerül az ember szervezetébe, az a csontrendszer, a csontváz rendszer megbetegedéséhez vezet, és világszerte több 10 millióra becsülik az áldozatok száma. Ennek ellenére az embereket nem lehet meggyőzni arról, hogy a vízben levő flór, a fokrémben levő flór, az káros. Következő a ginia féreg megbetegedés, amikor a lárva bekerül az emberbe a fertőzött vízzel, és ott aztán egy féregé fejlődik. Hát a hívre most nem térnék ki, ez egy bonyolultabb eset. Bélféreg megbetegedések, ahol ugyanez a helyzet. A fejlődő világnak a 10%-a átesik ez malária. Schistosomiasis a következő, ez vérmétel, ami szintén egy féreg által okozott megbetegedés. 200 millió fertőzött, mint egy 20 millió súlyos következményekkel. Megfelelő vízellátás és higiénés körülmények segítségével 77%-kal tudnánk csökkenteni az előfordulását trachoma vagy szemcsés kötőhártyagyulladás. Ugyanez a helyzet, amennyiben a tiszta vizet, illetve a higiénés körülményeket biztosítani tudnánk, akkor ezt is csökkenthetnénk, mint egy 25%-kal. Tífusz az utolsó ebben a sorban. De nézzük a következőt, ez WHO, vagyis az ENSZ egészségügyi szervezete, arról írnak, hogy a szennyezett ivóvíz, a higiénés körülmények, a fertőtlenítési eljárások, szennyvízelvezetés, csatornahálózat kiépítése és a hulladékmenedzsment hogyan tudja javítani az emberek egészségét. Megtudhatjuk ebből a cikkből azt, hogy az elhalálozások 4%-áért azok a betegségek felelősek, melyek kapcsolatba hozhatók a szennyezett ivóvízzel, a gyengek fertőtlenítési, valamint igényi szokásokkal. Ugyanez felelős a rokkantsági esetek 5,7%-áért csak a fertőzött víz miatt bekövetkező gyomorrontások 500 ezer halálos áldozattal jár. Emellett kolera, tifus, pólió szintén megjelenik. Gyomorrontás természetesen itt egy súlyos hasmenéssel és víz és folyadékvesztéssel járó betegséget jelent. De a malária, féregfertőzések szintén problémát okoznak ugyanezen okokba. A higién és szokások hiánya az egy súlyos egészségi kockázat jelent. 2012-ben még mindig 100 millió városlakó a nyílt utcán végzi dolgát. Még mindig 100 millió városlakó a nyílt utcán végzi a dolgát. Becslések szerint 2025-re 2,2 milliárd tonna hulladékot fog generálni a városok összessége világszerte. Ezektől mindtől meg kell szabadulni. Képzelje el mindenki azt, hogy mi történik most. Hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy Európában, ahol mi élünk, illetve az úgynevezett fejlett világban ez meg van oldva. Azonban ez egyáltalán nem így van világszerte. Nem csak Budapest létezik, vagy Debrecen, vagy Keszthely, vagy London, vagy Róma, vagy München. Képzelje mindenki shanghai Mumbait, Mumbai-t, Jakartát, ahol nem ilyen a helyzet, mint nálunk. És sokkal-sokkal több ember lakik ott. Afrikában még rosszabb a helyzet. Akkor érti most már mindenki, hogy 1988-ban miért nem volt pólio Észak-Amerikában és Európában? Mert ezeken a területeken a higiéni szokások, illetve a szennyvíz, a csatornahálózat már rég meg volt oldva. Ez egyértelmű kell, hogy legyen ebből a térkéből mindenki számára. Ez pedig már a Nemzeti Biotechnológiai Információs Központ, ahol a higiéni és egészség tanulmányban ezt olvashatjuk. 2,6 milliárd ember a világon nem megfelelő higiénés körülmények között él, különösen az emberi ürülék okozza a problémát. Ez a világszerte előforduló megbetegedések 10%-áért felelős. Fejlődő higiénés körülmények jelentős fejlődéssel járnak egészségügyileg, társadalmilag, gazdaságilag szintén. India miniszterelnöke Mahatma Gandhi 1923-ban azt mondta, hogy a szennyvízelvezetés megoldása, a csatornahálózat képítése, valamint a higiéné fontosabb, mint a függetlenség. Ennek a hiánya súlyos következményekkel jár az emberek születéskor várható élettartamára. Hasmenéses megbetegedések évente mint egy másfél millió és két és fél millió halálesetben játszanak közre. A szaharától délre elterülő területeken Afrikában 5 éves kor alatt az gyerekek 20%-ának haláláért ez volt a felelős. A higiénés és körülmények fejlesztésével mintegy 37%-a ezen megbetegedéseknek kiküszöbölhető lenne. Salvadorban, Brazíliában, amikor a csatorna hálózatot kibővítették a szennyvíz elvezetést, 26%-os lefedettségről 80%-ra ez 22%-os csökkenéssel járt a hasmenéses megbetegedésekben, különösen 3 éves kor alatti gyerekeknél. Azokon a területeken egyébként, ahol a legmagasabb volt a hasmenéses megbetegedések előfordulása, és a higién és körülmények a legrosszabbak voltak, itt 43%-os javulással jár. Egy másik tanulmány bemutatta azt, ahol több elemzést összehasonlítottak, ez ugye a meta-analízis ahol számos kutatásnak az eredményét egybevetik, és abból szűrnek le következtetést, hogy átlagban 30%-kal csökken a hasmenéses megbetegedések száma ott, ahol csatorna hálózatot vezetnek be, de egyébként azokon a területeken, ahol a legrosszabb a szituáció, ott 60%-os csökkenést is el lehet érni. Pusztán azzal, hogy a higiénés körülményeket fejlesztjük. De mondok még egyet, beszéltünk erről a szem megbetegedésről, a trachomáról kötőhártyagyulladás, vagy valami hasonló. Amennyiben illemhelyeket biztosítanak ezeken a területeken, jelentősen lehet csökkenteni a terjesztő legyeknek a számát, olyannyira, hogy a betegség 30%-kal csökken. Megerősítve azt a feltételezést, hogy a higiénés szokásoknak a fejlesztése szoros összefüggésben van a betegség visszaszorításával. Következőekben elmondják azt, hogy a különböző földben terjedő megbetegedések, ezek általában mindenféle férgek és féregfertőzések, szintén visszaszoríthatók lennének, amennyiben a higiénés körülményeket fejleszteni tudnánk. Ugyanez igaz az úgynevezett vérmétel fertőzés esetében is, ami 190 millió embert érint világszerte. A másik probléma az a higiénés körülményekkel, hogy a fellépő betegségek gyengítik az emberi szervezetet, és ez lehetővé teszi egy másodlagos fertőzés vagy betegség kialakulását. Ilyen például az akut légzőszervi megbetegedések különböző fajtái, melyek 4,2 millió halálesetet okoznak évente. Ezek közül 1,6 millió 5 éven alul gyermek. 26%-a ezeknek az alultápláltság következtében lép fel, ez visszavezet minket a különböző megbetegedésekhez, melyeket a nem megfelelő higiénés és körülmények okozhatnak. Nyilván rájött mindenki arra, hogy ezt a végtelenségig lehetne folytatni, azonban ezen a ponton én megállok, és elmondom még egyszer azt, ami szerintem a helyzet. Kezdet-kezdetén bizonyos védőoltások működtek. Mind a mai napig ez így van. Azután, mint mindennel, rájöttek azok, akik uralják és irányítják a világot az ellenség vezetésével, hogy ez egy nagyszerű lehetőség arra, hogy kontrollálják a lakosságot és félelembe tartsák őket. Mindazon betegségek, melyeket az úgynevezett védőoltások eltöröltek, vagy megakadályoznak, vagy kezelnek, amúgy is eltűntek volna, köszönhetően a szennyvízelvezetés és a csatorna csatornahálózat képülésének, a fertőtlenítési, illetve higiénis szokások megváltozásán. Ezek együttesen megszüntetvén ezzel a betegségek kialakulásának előfeltételeit. Megáltolván a baktériumok és egyéb kórokozók elszaporodását, és terjedését. Azt hiszem, hogy ebből a 25 percből ez egyértelmű kell, hogy legyen. Még egyszer megjegyezném, hogy én nem mondom senkinek azt, hogy oltassa be magát, vagy ne oltassa be magát. Ez a választás úgysem lesz meg túl sokáig. Én nem vagyok szakember, én nem értek semmihez. Én csak azt mondom, amit mondtam. Itt az információ, aztán mindenki azt kezd vele, amit csak akar. Pánikra amúgy sincs sem semmi ok. Végül is mindenkinek csak az egészsége a tét. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat. Halleluja! És salom!